Donald Trump szerint Joe Bidennek és fiának, Hunter Bidennek is köze lehet a Fehérházban talált kokainhoz. A volt elnök erről saját közösségi oldalán írt, miután az amerikai titkosszolgálat vasárnap fehér port talált az elnök irodájának helyszínéül szolgáló nyugati szárnyban. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy hogyan kerülhetett kokain az ovális iroda közelébe. Tucatnyi rendőri és tűzoltó jármű strázsált vasárnap délután a Fehérház nyugati szárnyának bejárata előtt. Az épületet kiürítették, miután a titkosszolgálat emberei egy véletlenszerű ellenőrzésen ismeretlen eredetű fehér port találtak az ovális iroda közelében. A titkosszolgálat nyomozói először biológiai fegyverre gyanakodtak, a fehér porról azonban a tűzoltók megállapították, hogy kokain. Bár a sajtót szinte azonnal bejárta, hogy a fehérport egy olyan szekrény fiókjában találták meg, amelyet a személyzet és a Fehérházba érkező vendégek is rendszeresen használnak. A Fehérház szóvivője csütörtökön nem árult el részleteket arról, hogy a kokain hogyan került Joe Biden irodájának közelébe. Egyet elmondhatok, hogy az elnök és családja nem volt itt a hétvégén, magyarázta Karine Jean-Pierre. Csak hogy az Egyesült Államok egykori elnöke szerint az ügyhöz Joe Bidennek is köze lehet. Valaki tényleg azt hiszi, hogy a Fehérház nyugati szárnyában az ovális irodához nagyon közel talált kokaint Hunteren és Joe Bidenen kívül bárki más használhatta? Fogalmazott Donald Trump szerdán saját közösségi oldalán. Joe Biden fiáról, Hunterről éppen két napja írta meg a német Bild, hogy több olyan fotó is előkerült róla, valószínűleg saját egyik laptopjáról, amelyeken egy kábítószerezéshez használatos pipát tart a kezében. Az Egyesült Államok elnöke azonban csak mosolygott, amikor szerdán az újságírók a Fehérházban talált kokainról kérdezték, pedig Joe Bidennek nem csak erre az ügyre kellett volna reagálnia. Egy nappal korábban, július 4-i ünnepi köszöntője után ugyanis ismét eltévedt a színpadon. Az elnök immár sokadik tanácstalan kóborlását a közönség soraiból is rögzítették. A felvételen látszik, ahogy megindul a színpad egyik vége felé, majd egy idő után háttal a közönségnek megtorpan. Végül az ellenkező irányba indul, de mielőtt még elhagyná a pódiumot, furcsa mozdulatot tesz az őt figyelő tömeg felé. Joe Bidennel korábban is előfordult már, hogy eltévedt a színpadon. De olyan is volt, hogy a kezét nyújtotta egy nem létező személynek, a levegővel beszélgetett, vagy a súgógépről a neki szóló idézet vége ismételje meg a sort, utasítást is felolvasta. Többször azon is rajta kapták, hogy hivatalos programjain elaludt. Az Egyesült Államokban ezért a Biden család körüli botrányok mellett az is régóta vita téma, hogy a 80 éves elnök fizikailag és szellemileg alkalmas-e egy nagyhatalom vezetésére.